Jó reggelt kívánok, kezdjük a mokkát. Mint egy 50 tonna hamis vagy gyenge minőségű élelmiszert foglaltak le a NÉBIH szakemberei. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal egy élelmiszerhamisítás elleni nemzetközi művelet során további 107 ezer liter egyéb terméket vont ki a forgalomból. A tények riportja után az akcióban résztvevő szakemberrel folytatjuk a témát. Mézből 20, édességből 3 tonnát, almaléből 100 ezer litert foglaltak le az Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal ellenőrei, és a NAV pénzügyi ürei egy év alatt idehaza egy nemzetközi akció résztvevőjeként. A szakemberek szúrópróbaszerűen vizsgálódtak, egyéni csalókat, de egész hálózatokat is lebuktattak a művelet során. A legnagyobb fogásuk egy mézhamisító üzem volt, több hónapig készültek rá, hogy lecsaphassanak rájuk. Húsvéti tojások és télapós csoki kalendárium, ezeket egyszerűen csak átcsomagolták volna, ha nem foglalják, vagyis a Mikulásból húsvétkor csoki nyuszi lett volna. 230 millió euró értékben. Vagyis több mint 71 milliárd forintnyi silányi élelmiszert foglaltak le az ellenőrök idén márciusig. Megtudtuk, hogy a közeljövőben még szigorúbban fognak fellépni. Az országgyűlésnek benyújtott törvényjavaslat szerint a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal úgynevezett rendőri egységei járműveket állíthat meg, és igazoltathat is októbertől. Úgy tudjuk, hogy gumibot és gáspré is lehet majd náluk. Vendégünk a témában dr. Helik Ferenc, a NÉBIH kiemelt ügyek igazgatóságának igazgatója. Jó reggelt! Jó reggelt! Kívánok. Mely élelmiszereket érinti leginkább a hamisítás? Nem lehet kijelölni egy élelmiszercsoportot. Sajnos azt látjuk, és ez a világ tendencia is, hogy bármely élelmiszert hamisíthatnak, amire lehetőségük nyílik, az ásványvíztől kezdve a kaviár, a méz, a különböző édesipari termékek is szerepeltek ezen a listán. Ez azt is jelenti egyben, hogy ezek a hamisítványok az egészségre károsak, ártalmasak, vagy csak a minőségében rosszabbak? Jelentheti azt is, attól függ, hogy milyen hamisítási módszerrel dolgoznak. A legegyszerűbb módszer az, amikor egy leárt terméknek mondjuk a dátumát átjavítják, ez is természetesen kockázatot jelent, de hogyha kicserélik valamelyik összetevőjét, alapanyagát, pótolják egy másikkal, az akár már komoly egészségű kockázatot jelenthet. Gondoljunk bele az évekkel ezelőtti melamin botrányra Kínában, ott több ember, csecsemő is meghalt. Ugye ez egy nemzetközi akció volt, vagy egy nemzetközi összefogás, ebbe hogyan kapcsolódott bele Magyarország? 2011-ben volt az első Opson akció, akkor még 10 országgal kezdődött, most már idén a 6-os akcióban 61 ország vett részt, az Európai Unióból 21 tagállam és a világ többi részéről is. Ez is jelzi azt, hogy milyen fontos és milyen súlyú mindenhol a világon az élelmiszerhamisítás, illetve a rossz minőségű terméknek a forgalmazásnak a visszaszorítása. Pontosan egyébként mit tudnak tenni a hamisítás ellen? Ugye van egy törvényjavaslat, meg a szigorúbb ellenőrzés, ezek az eszközök? Így van, illetve nagyon fontos, hogy egyre több olyan módszer kerül be, ami ezt kiküszöbölheti. Egyrészt a labortechnika is fejlődik, másrészt például jelen pillanatban is az EKR rendszer adataiból nagyon sok adatot szűrünk ki, és egy úgynevezett kockázatkezelés, kockázatértékelés zajlik. Ennek köszönhető az is, hogy a kiemelt ügyek igazgatóság az elmúlt 5 évben mindegy 90%-os hatékonysággal dolgozott. Ez azt jelenti, hogy 10 esetből 9-szer megtalálható azt, amit vélelmeztünk, hogy valamilyen visszaélés történik. Ez az EKR abban segít, ugye ez a közúti áruforgalom ellenőrző rendszer, hogy ki tudják szúrni azokat a teherautókat, vagy azokat a gépjárműveket, amelyek esetleg szállíthatnak ilyet, vagy hogy tudják, hogy abból a műhelyből esetleg kikerülhet ilyen rossz minőség vagy silány minőség élelmiszer. Így van részben ezt is. Egyrészt látjuk azt, hogy milyen áruk mozognak, hova érkeznek, milyen mennyiségbe, milyen feladótól és milyen lerakódási helyről, illetve a NAV dolgozói azt is látják, illetve ki tudják emelni a közutakon, hogy amelyik tehergép jármű nem kért EKR számot, azt egy ellenőrzés alá tudják vonni, hogy vajon miért nem kért, van-e rajta áru, nincs rajta áru, tehát már ez is a hatékonyságot segíti. És hogy fog ez zajlani pontosan? Többet fognak igazoltatni? Ugye azt is hallottuk a tényekből, hogy gumibot is lehet a kollégeknek. Fel vannak erre készülve? Ez ugye októbertől fog életbe lépni. Természetesen csak azok a kollégák kapják meg ezt a rendészeti jogkört, akik először egy élelmiszerbiztonsági alapismeretekkel rendelkeznek, és emellett egy rendészeti vizsgát fognak tenni. Tehát ez nem automatikusan jár minden kollégának. És egy picit azért megfordítanám, elsődlegesen nem az önvédelmi eszközöknek a használata a cél, hanem az igazoltatás, a gépjármű megállításának a lehetősége, amihez eddig igénybe kellett venni vagy rendőri, vagy pénzügyi segítséget, ezáltal válik hatékonyabbá dolog. Csak hát ugye nyilván Dóri azért kérdezett erre rá, mert eléggé izgalmas ilyen krimikbe illő jelenetek játszódhatnak le ezek szerint az ellenőrzések során. Nyilván belefutottak már olyan helyzetbe, van, amikor sajnos az önök ellenőrei mondjuk úgy, hogy erőszakot szenvedtek el. Így van, sajnos azt látni kell, hogy egy-egy ügy esetén akár 5-10 milliós vagy ennél nagyobb értékű áruval szembe kell intézkednünk, és ugye ez legtöbbször nem hivatalos
hivatali körülmények között zajlik, hanem elhagyatott gyártelepeken, útszélén, éjszaka, illetve hajnalban, tehát egy fokozott veszélynek vannak kitéve a kollégáink, és ugye minden esetben nem tudunk sem pénzügyőri, sem rendőri segítséget kérni, hisz előre nem tudunk fölkészülni ezekre, ezért kellenek ezek a plusz jogosítványok. Gyakoriak ezek az esetek, hogy rendőri segítségre van szükség egyébként? Az ellenőrzésünk, amikor előről tudjuk, hogy valamilyen kockázata van, akkor az ellenőrzések 20-30%-ában minden esetben vagy rendőri, vagy pénzügyőri támogatást kérünk, de ugye nem látható előre, és sajnos az elmúlt években volt már arra sor, hogy majdnem atrocitásra került a sor, tehát azért egy fokozott veszélyben vannak a kollégák. A drogkereskedelem után valóban az élelmiszer hamisítás a második legnagyobb, mondjuk úgy, hogy biznisz a világon? Az Európai Unióban a második, a világon a negyedik, de egyértelműen látszik, hogy ez a tendencia egyre inkább nő, hisz ha belegondolunk, az élelmiszer az egyetlen olyan termék, ami minden nap folyamatos igény kerül rá, és el is fogy, tehát egy folyamatos piaca van, és több milliárd értékben fogy el az élelmiszer Magyarországon, illetve az Európai Unió és a világ kereskedelembe is. Kik hamisítják az élelmiszereket? Tehát hol jellemzőbb ez? Inkább vidéken, vagy a városokban, az áruházláncokban is jellemző lehet-e, vagy inkább a kisebb egységekben? Döntően az előállító helyek, illetve az illegális előállító helyeken, például a legnagyobb európai hamisító ilyen szempontból veszélyeztetett ország Olaszország, hisz gondoljunk be, hogy hány olyan termékük van, olívaolaj, bor, sajt, egyebek, amik a világon mindenütt elfogynak, ott erre egy kifejezett hálózat épült ki, nem véletlenül, hogy Olaszországban például csendőrség keretében működik 1200 fővel egy olyan hasonló egység, mint a miénk, jóval kitettebbek és jóval veszélyeztetettebbek ezek a termékek. Hol lehet ezekhez a termékekhez hozzájutni? Akár a nagy multikba is kerülhetnek ilyenek, vagy ezek ilyen kisebb boltokban szóródnak szét? A multikhoz is bekerülhetnek, ott azért kisebb a kockázata, ennek is sokkal erősebb szűrőn mennek keresztül, de a különböző kereskedelmi láncok, tehát amikor KFT-k, vállalkozások egymásnak láncolaton keresztül adnak el, akkor van esély, hogy jobban eltüntethető ez a termék, illetve jobban eltűnik az eredeti előállító, és sajnos bárhol előfordulhatnak kisboltokba, hétvégi piacokon, internetes kereskedelemben, ugye egyre jobban fejlődik az élelmiszernél és az internetes kereskedelem, tehát itt is egy fokozott veszély van. Egyébként Magyarország milyen hanyadik helyen áll, hogyha kérdezhetem így hamisítás viszonylatban, mennyire vagyunk ebben rosszak? Az elmúlt évek azt bizonyították, hogy messze jobbak vagyunk az uniós átlagnál, a mostani akcióban és a 61 országban 9800 tonna terméket foglaltak le, ehhez képest a mi 40 tonna, illetve 100 ezer literünk jelentősen kisebb. Azt is tudni kell, hogy az unióban három olyan ország van, ahol van ilyen speciális egység, aki direkt erre foglalkozik, hogy ezeket felderítse, Olaszország, Dánia és Magyarország a harmadik, tehát abszolút élenjáróak vagyunk az élelmiszerbiztonságban. Azért ez megnyugtató, ha lehet ebben a helyzetben ilyet mondani. Helyik Ferenc, nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt. Köszönöm én is.